Sziasztok, Orte vagyok, és eljött az ideje egy újabb Diablo Guide-nak. Ezúttal a Crusader Condemn buildjét fogjuk megnézni. Lássunk is neki. Kezdjük a gear-rel. A set, amit használni fogunk, az Arcane set lesz. Ebből mind a 6 darabra szükségünk lesz. Ugyan összesen 7 van, de a nyakláncot azt most itt hanyagolni fogjuk. Ugyanis a nyaklánc helyére a Traveler's Pledge fog kerülni. Amiből egyértelműen következik, hogy gyűrűnek kompasszrost fogunk használni az egyik helyen. Ez a két ékszer így együtt biztosítja nekünk, hogy mozgás közben 50%-kal kevesebb damage-et kapunk, míg ha egy helyben állunk, akkor 100%-ig nőhet pluszba a damage-ünk. Ez ugye arányaiban nő és csökken, ha mozgunk és ha megállunk. De mindenképpen egy nagy damage és toughness buff. A másik gyűrünk egy unity lesz, amiből ugyanígy egy példányt fog kapni a followerünk is, méghozzá egy olyan tokennel, relikkel vagy fókusszal együtt, attól függően melyiket használjuk, ami halhatatlanná teszi, így a bekapott damage 50%-kal csökkenni fog. Önnek egy Vigilant Beltet fogunk használni, azért ezt, mert ez az egyetlen, amin van cooldown reduction, hogy ez miért fontos, arra később kitérünk. A fegyverünk a Blade of Prophecy lesz, ami a Condemn damage-ét 800%-kal növeli, illetve ha két ellenfél Condemnje berobban, akkor az még egyszer berobbantja a Condemnet. Offhandbe egy Freeder's Wrath-et fogunk használni, szintén a Condemnet buffolja, nem lesz rajta CD, és 600%-kal növeli a damage-ét, viszont 40 Wrath-be fog kerülni innentől kezdve. És emiatt fontos lesz a Wrath Management. Mondtam, hogy a cooldown-os övet fogjuk használni, és hogy erre visszatérünk, hogy miért is fontos ez. Nos, a buildünk ugye az Arcane setre épül, ami az Akarat Champions ability-nket buffolja. A kettes set bónusz megfelezi az ability-nek a költségét, amíg az Akarat Champion aktív. A négyes set bónusz csökkenti 50%-kal az ability cooldown-ját. A 6-os set bónusz pedig 1500%-kal megnöveli a damage-et, amit kiosztunk, illetve 50%-kal csökkenti a damage-et, amit kapunk. És ezért fontos nekünk a magas cooldown reduction, ugyanis az Akarat Champion folyamatosan 100% uptime-mal kellene magunkon tartani. Ezt könnyebb mondani, mint megcsinálni, de nem lehetetlen. Egyetlen gear darabot hagytunk ki, az pedig a csuklunk. Ide egy Strong Arm Bracer-t fogunk használni. Ez biztosítja, hogy minden ellenfél, akit valamilyen knockback effekt ért, 30%-kal több damage-et kap 6 másodpercen át. És itt át is térhetünk az ability-jeinkre. Ugye a Condemn az, amin a buildnek is a neve, ezt az ability-t fogjuk használni főleg damage osztásra. A Condemnet a vákum rúnával fogjuk használni, ez egy knockback effekt, hozzánk húzza az ellenfeleinket. Ezzel összetudjuk őket gyűjteni, és folyamatosan egymást fogják berobbantani. Az auto-attackunk a slash lesz Zeal rúnával, ez stackenként 1%-kal növeli az attack speedünket, amit maximum 10-szer tudunk összegyűjteni, és persze generál 5 wrath-et ütésenként. Említettem már, hogy az Akarat Champion kulcsfontosságú ability, ezt a Prophet rúnával fogjuk használni, ez megnöveli 150%-kal az armorunkat, amíg aktív a képesség, illetve lehetővé teszi nekünk azt, hogyha meghalnánk, helyette újra töltődik az életünk, és mehetünk tovább. A következő ability-nk a Provoke lesz, ez a közelünkben lévő ellenfeleinket letauntolja, és minden egyes szörnyért 5 wrath-et tölt vissza, őt a Cleanse rúnával fogjuk használni, ami minden egyes tauntér 1073 life on hitet biztosít 5 másodpercen át. Fogunk még használni egy Laws of Valort, Unstoppable Force rúnával, passzívan 8%-kal növeli nekünk és a szövetségeseink támadási sebességét, ha elnyomjuk, akkor ez 15%-ra növekszik 5 másodpercig. A rúna, amit használunk hozzá, az pedig 50%-kal csökkenti ennek az idejére az ability költségét. Az eddigi képességeket folyamatosan nyomnunk kell, nem igazán lehet velük leállni. A provókot, hogyha összegyűjtek körülöttünk az ellenfelek, el kell nyomnunk ahhoz, hogy visszatöltsük a wrath-et, hogy fent tudjuk tartani azt, hogy a Condemn folyamatosan robban. Az Akarat Championnál ugye az a tervünk, hogy folyamatosan rajtunk legyen, tehát 100% uptime-ot érjünk el. Azért igaz, elég csak néha-néha egyet-egyet ütni vele pár másodpercenként, hogy a stackek ne essenek le,
Azonban arra is folyamatosan figyelni kell. A Laws of Valor viszont egy olyan képesség, amit akkor kell elnyomnunk, amikor látjuk, érezzük, hogy ez a csata, ez 3-4 másodpercnél tovább fog tartani, nem fogjuk tudni 2-3 ütésből megölni azokat a mobokat, amik ott vannak. Ugyanez igaz az utolsó képességünkre is, az Iron Skinre. Ez 50%-kal csökkenti a damage-et 4 másodpercen át, amikor aktiváljuk. Ezt egy Steel Skin rúnával 7 másodpercre növelhetjük. Ugyanaz érvényes rá, mint a Laws of Valorra, akkor nyomjuk el, amikor érezzük azt, hogy erre szükségünk lesz, mert nem fogjuk tudni túlélni máskülönben a csatát. Most megbeszéltük az ability-ket. Mielőtt áttérünk a passzívokra, beszéljünk kicsit arról, hogy mi lesz a Cube-ban. A fegyver helyére egy Furnace fogunk rakni, szimplán csak azért, mert nincsen jobb opciónk, és az 50% plusz damage elitek ellen, az sosem jön rosszul. A gear helyére egy bármilyen meglepő is illusory boots-ot fogunk rakni, ez lehetővé teszi nekünk azt, hogy átmenjünk az ellenfeleinken. Ez nem muszáj a buildben, de hogyha nem szeretnétek megőrülni attól, hogy a condemn rátok húz minden mobot, és nem tudtok megmozdulni addig, amíg azok meg nem halnak, vagy titeket meg nem ölnek, akkor én azt javaslom, hogy ezt mindenképpen használjátok, és ne hagyjátok ki. Hogyha mégis úgy gondoljátok, hogy ti ennél keményebbek vagytok, és nincs rá szükségetek, akkor ide mehet egy Aquila Cuirass, mert sok olyan eset lesz, hogy maximumon lesz a vretünk, de az nem lesz konstans fönt, úgyhogy én maradnék ennél a cipőnél. A gyűrű helyére a Cube-ban több lehetőségünk is van. Hogyha nagyon nem tudjuk összerakni kellő cooldownt ahhoz, hogy fönntartsuk az Akarat Champions-t, akkor használhatunk egy Zodiacot. Ez csökkenteni fogja ugyan a damage-ünket, ám a Convention of Elements-nél egyébként sem figyelünk a rotation-re, hiszen nincsen egy erős burst damage-ünk, amit akkor használni fogunk, hanem konstans nagy damage-et osztunk ki. És mivel folyamatosan mozgásban leszünk, illetve helyezkedni fogunk, húzzuk magunk után a mobokat a vákummal, nem igazán lesz lehetőségünk arra, hogy időzítsük, amikor éppen holy damage-et oszt, és akkor bemehetünk. Folyamatosan csatába leszünk, csak időnként megkönnyíti egy kicsit nekünk ez. Úgyhogy annyira nem nagy veszteség, hogyha lecseréljük, és mondom, ha gondotok van a cooldown reduction-nel, akkor egy Zodiac Ring az segíteni fog ezen. Jó, térjünk át a passzívokra. Heavenly Strength lehetővé teszi azt, hogy kétkezes fegyver legyen nálunk, úgy, hogy van egy shield a másik kezünkben, viszont csökkenti 20%-kal azt a damage-et, amit osztunk. A következő passzívunk a Holy Cause lesz, ez 10%-kal növeli a damage-et, amit kiosztunk, ezzel egy kicsit kompenzáljuk a Heavenly Strength-nél elvesztett sebzésünket, illetve akárhányszor holy damage-et kapnak az ellenfeleink, az életünk 1%-át visszatöltjük. Még egy ability lesz, amit használni fogunk, ez pedig a Finery. Ez szintén egy olyan Crusader passzív, ami minden buildhez egy alapkő. 1,5% strength-et kapunk minden egyes gemér, ami a gearünkben van. Ha megnézzük, hogy a chestben és gatyában lehet 5, a fegyverünkben 1, 3 ékszerünk van, illetve a fejesünkben is lehet 1. Összesen ez akkor 10 ékkő lesz, illetve a shieldbe is van lehetőségünk belerakni egy szoketet, ám azt nem javaslom, oda jobban járunk akkor, hogyha crit chance-t használunk. És végül, de utolsó sorban, az a passzív, ami felmerülhet, hogy a Prophet Rune mellett az Akarat Championsnál miért is kell, az az Indestructible, ami lehetővé teszi nekünk ismételten, csak hogyha fatális damage-et szerzünk, akkor nem meghaljunk, hanem újjáéledjünk. Ha állos sebzést kapnánk, akkor 5 másodpercig ezután 35%-kal megnő a damage-ünk, és 107.000 life per kill-t kapunk. Ez ugye percenként egyszer aktiválódhat. Hogyha nagyon keménynek érzitek magatokat, akkor ezt a passzívot lecserélhetitek egy Long Arm of the Law-ra. Ez 5 másodperccel megtoldja a Law of Valor-nak az idejét, így 5 helyett 10 másodpercig lesz aktív, ez egy elég nagy boostot ad. De én inkább az Indestructible-lel maradnék. Sőt, ami azt illeti, ez a build, ez elég jó hardcore-ozásra is, hiszen két darab passzívunk van, amivel nem fogunk meghalni. Ebből az Akarat Champion gyakorlatilag minden 20 másodpercben, ahogy lejár rólunk, újra használható. Akár elhasználtuk, akár nem. Emellé, ha be van rakva az Indestructible is, akkor ha bármelyik elmegy,
Csak egyszerűen biztonságba rohanunk az Illusory Boots-szal, megvárjuk, hogy lejöjjön a cooldown, és mehetünk is vissza harcolni. És ami nem maradhat ki soha, a három darab legendary gem, amit használni fogunk. Bane of the Trapped, simán csak mert a legerősebb gem a játékban. Bane of the Stricken, hiszen minél magasabb riftben vagyunk, annál több HP-ja van a moboknak, annál tovább bírják ki. És ezt szépen gyorsan fel tudsz stackelni, elérve egy elég nagy damage-et, amivel sokkal gyorsabban tudunk haladni. Illetve az utolsó, egy Gogok of Swiftness lesz, csupán csak az 1% cooldown reductionért, amit stackenként ad. Tehát foglaljuk össze. A lényege a buildnek az az, hogy az akarat champion folyamatosan magunkon tartsuk. A condemet amennyit csak tudjuk, annyiszor kell elnyomni, hisz cooldown nélkül folyamatosan robbantgathatjuk vele a körülöttünk lévő mókat, és ha egymás mellett kettő berobban, akkor az berobban egy harmadik alkalommal is, és így tovább, és így tovább. Fontos, hogy meglegyen a cooldown reductionből az a minimum, hogy 100%, de legalább 95%-ig fenntarthassuk az akarat championt. A vákummal, ha összehúztunk egy 6-7 mobot legalább, akkor egy provókkal visszatöltjük a vretet, amit elhasználtunk. Hogyha egy elit pak jön, ami látszólag nagyot fog ütni, akkor Iron Skin. Ha pedig olyan jön, amelyiknek több az élete, akkor Love of Valor. Nyilván ezeket el lehet nyomni egyszerre is, de a lényeget értitek. Illetve nem elfelejteni, hogy a Slash-nek a 10 stackjét fenn kell tartanunk. Ez megint egy olyan dolog, amit könnyen mondani, mint csinálni. A videón láthatjátok, hogy nekem sem megy olyan tökéletesen, de ez mind csupán gyakorlás kérdése. Mint mindig, most is a leírásban ott lesz a link a buildhez, a diablo.hungary oldalra, ahol megnézhetitek a legfrissebb híreket a Diablo-val kapcsolatban, illetve folyamatosan készítjük nektek a guide-okat. És amennyiben elégedettek vagytok a munkánkkal, és szeretnétek meghívni minket cserébe egy sörre, akkor ezt a Patreonon megtehetitek. Szintén link a leírásban. Én Orta voltam, ez volt a mai guide-unk, legközelebb találkozunk. Sziasztok!